Utcazenével, palacsintával és meleg teával várták az adományozókat Dombóváron. Az ajándékok gyűjtését idén negyedik alkalommal szervezték a Torna megyei településen. Idén először az adakozókat is megvendégelték. Nehéz sorsú családoknak gyűjtenek a szervező egyesületek. Rengeteg csokoládét gyűjtöttünk. A hétvégén volt egy székely rendezvény Dombóváron, és a belépő csokoládé volt, és hihetetlen mi mennyiségű csokoládé összegyűlt. Úgyhogy ezeket is gyűjtjük, és akkor jövő héten Kárpátaljára el fogja vinni a nagykonyi polgármester Pusztai László, és a többi pedig a helyi Caritas fogja megkapni, és ők fogják kiosztani azoknak, akiknek igazából szükségük van ezekre az adományokra. A felajánlásokat az elmúlt héten is várták a szervezők, de az elkövetkező napokban is adakozhatnak a dombóváriak. A gyűjtést 5 szervezet tervezi a kezdetektől, többek között a Dombóvári Székelykör, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Fidesz helyi csoportja is. Tóth Zoltán elnökségi tag kiemelte, ennek ellenére ez nem egy politikai rendezvény. Nincsenek morinók, nincsenek jelképek. Itt tényleg arról van szó, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. Maga a palacsinta készítést is önkéntesek csinálják. Többen beállnak, többen felajánlották, hogy szívesen segítenének. Semmilyenféle állami vagy egyéb támogatásunk nincs, minden egyéni felajánlásból zajlik. Az akció keretében minden évben a nehéz sorsú gyerekeknek és felnőtteknek adakoznak. A Dombóváron összegyűlt adományokból pedig kárpátaljai családokon is segítenek a szervezők.